Előadást tartottak a kisgyermekek fejlődéséről a Szerencsi Közösségi Házban június 11-én délután. A programra sok édesanyja elfogadta a szervezők invitálását, akik hasznos információval gazdagodhattak. A kisgyermekek mozgásos és értelmi fejlesztéséről tartott előadást Majorszki Ilona gyógy és óvodapedagógus. A program témája a kisgyermekek pszichomotoros fejlődése volt az embriós állapottól egészen 6 éves korig az iskola megkezdéséig. Az előadás során megtudhattuk, hogy a csöpségek mozgása és gondolkodása szorosan összefügg, melyek csak is együtt tudnak optimálisan fejlődni, ebben pedig a szülőknek kell teret biztosítaniuk gyermekük számára, de felelősséggel tartoznak mellettük a gondozók, pedagógusok és az egészségügyi dolgozók is. Major Szkélona azt is elárulta, azért vállalt el az előadás megtartását, hogy ezáltal segíthesse a szülőket a nevelésben, illetve felhívja a figyelmet a kisgyermekekre leselkedő veszélyekre, például az internet használata során. Hozzátette: A csemeték tanulási képességeit a gondviselők játékos formában is fejleszthetik, amit a szakember példákkal illusztrált, ez alatt pedig minőségi időt töltenek el gyermekeikkel. Az előadás követően a résztvevők kötetlen beszélgetés formájában tehettek fel kérdéseket a témával kapcsolatban, párkancsó Szomjoltóli Manádé kíséretében.